Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Metropolitan Eurocity szerelvényét fogom nektek bemutatni. Végre összejött hozzá minden szükséges kocsi, van hozzá mozdonyom, és így összetudok rakni egy 2018 körülihez hasonló szerelvény összeállítást ebből a vonatból. Nézzük meg, hogy milyen járműveket használtam fel ehhez a szerelvényhez. A szerelvény élére a Cseh Vasutak 380-as sorozatú Skoda 109E típusú mozdonyát választottam. Ugye ezt a mozdonyt már bemutattam korábban. A Trix mozdonya nagyon szépen visszaadja szerintem az eredeti gépet, és ugyan vannak hiányosságai, illetve vannak rajta különböző kis leegyszerűsítések, mint például ugye a kapaszkodók elől, illetve a forgóvázak környéke, valamint a kerekek oldalán a féktárcsa imitáció. Ezek a Messerschmitt mozdonyok ugye 2014-től jártak be hozzánk, és fontos megjegyezni azt is, hogy valószínűleg a következő 2,5 évben fognak már csak itt közlekedni nálunk, úgyhogy ha van lehetőségetek, fotózzátok, videózzátok őket, mert el fog köszönni tőlünk ez a mozdonysorozat belátható időn belül. A vonat első kocsia egy APEE típusú első osztályú jármű, ugye ezekről annyit kell tudni ezekről a kocsikról, hogy 2018 volt az utolsó év, amikor még ezek a járművek jártak a szerelvénybe, utána már a Siemens kocsik kerültek első osztályként a vonatba. Az olasz gyártó tisztességes munkát végzett így a kocsi kinézetét tekintve, nagyon szépen leképezte ezeknek a Dunakeszis cseh Intercity, illetve hát Eurocity kocsiknak a külsejét. Minden kis részlet, minden kis dolog a helyén van. Hát egyedül az összeszereléssel lehet egy picike probléma. Itt alul az alváz dobozokat ugye utólag rakják fel a kocsi alvázára. Ezeknél vannak apró ilyen kis pontatlanságok, nem minden sikerült pontosan szépen egyenesre. Itt egyébként érdekességként ki van dolgozva ugye a klíma, tehát ezen a kocsin ugye alapból van klíma, ugye ez az, ami a Dunakeszis mávos kocsikról hiányzik. Ugye ez a Nybert 2-es verziójú festés, itt ugye látszik, hogy a tető is már ez a sötétkék, illetve fönt is végigfut szépen ez a fehér csík. A kocsi belseje is nagyon szépen ki van dolgozva, festett, apró kis filigrán székek vannak benne, úgyhogy ha világítást teszünk bele, akkor nagyon jól néz ki. Ami továbbra is probléma ezeknél a kocsiknál, az a forgóváz, ugyanis ezek gyárilag el vannak látva áramszedéssel, illetve féktárcsa imitációkkal, amik borzasztó hangokat tudnak adni, és iszonyatosan tudja fékezni a kocsit. Én erről a kocsiról már eltávolítottam ezeket az alkatrészeket, így már nagyon szépen gorul. Ha ezeket fönt hagyjuk, akkor viszont számítani kell arra, hogy nem lesz túl szép hangja a járműnek. Hát ezt a gyártó megoldhatná egy kicsit pontosabban szerelt és méretezett féktárcsa imitációkkal, azok gyakorlatilag itt beleérnek a tengelyekbe, és nagyon furcsa hangokat okoznak. A szerelvény második kocsia egy VRMZ étkező kocsi, szintén az Acme cég gyártja ezt a fajta étkező kocsit, ugye azt kell róla tudni, hogy ez a kocsi is már a Nybert dizájnos, viszont ez még a régi, a Nybert 1-es típusú, az eredeti dizájn ezzel a szürke tetővel, illetve itt még a fehér csíkok nélkül. Alapvetően egy szépen kidolgozott kocsiról beszélünk, formailag szerintem nagyon jól eltalálta a gyártó a kocsinak a minden kis jellegzetességét. Külön pont szerintem, hogy belsőileg nagyon ki van dolgozva a jármű, gyakorlatilag az asztalokon az abrosz, illetve a kis terítő meg szalvéta is föl van helyezve, illetve hogyha benézünk az étkező konyhájába, ott is szépen ki van dolgozva minden egyes kis részlet, tamponozott kis dolgokkal, szépen külön festett alkatrészekkel. Kívülről is maga a kocsi hozza azt a minőséget, amit egy Acme-tól elvárhatunk. Szerintem az egyedüli dolog, amiben bele lehet kötni, az, mint minden Acme kocsinál, az a forgóváz és a futás. Itt ennél a kocsinál már leszereltem a kis féktárcsa imitációkat, ugyanis eléggé komolyan akadályozták a járműnek a futását. Ugye erről azt kell tudni, hogy valamiért az Acme ezeket nem tudja olyan minőségbe gyártani ennél a típusnál se, hogy azok ne érjenek bele itt a
tengelyekbe, és ilyen kis surlódó hangot adnak, illetve fékezik a kocsit. A kocsinak az alja is számomra fura, mert ugye ki vannak dolgozva itt ezek a dobozkák, de valahogy így nem tudom, tehát hogy én nem voltam ilyen kocsi alatt, de számomra kicsit furcsa, hogy ez egy picit talán így túlságosan egyszerűsítve is van ez a része a járműnek. Egyébként ugye a futásilag vannak vele problémák, óvatosan szoktam járatni, mert vannak azért olyan esetek, hogy ez bizony csúnyán kisiklik. Ez a forgóváz ez nem feltétlenül a legjobb kialakítású. A forgóvázon részcsapágyak találhatóak, szóval hogyha a fék tárcsa imitációk és esetleg az áramszedés leszerelése után is nyikorog, akkor érdemes oda egy-egy csepp kenőanyagot juttatni, és akkor azzal talán egy kicsit halkabban fog közlekedni a kocsi. Szóval tipikus Acme kocsi, gyönyörű, szép, nagyon jól néz ki, viszont kicsit háklis a különböző dolgokra. A szerelvény következő kocsia egy Rokó másodosztályú BMZ kocsi, szintén a cseh vasutak kötelékéből. Már a Nightbird 2-es festési variáns, ugye látszik itt fönn a fehér csík, illetve a teteje is ilyen sötétkék színű. Hát ez az a Rokó kocsi, ami ugye gyakorlatilag egy, mondhatjuk úgy, hogy átfestés, és akkor nagyon, nagyon szépen fogalmaztam, de hogy igazándiból ugye ezeket a kocsikat a cseh vasutak használtan vásárolta az ÖBB-től, és ezek az Eurofima kocsik, ugye a Fiat forgóvázas Eurofima kocsiknak a felújított változatai a nagy vasúton, ami azt jelenti, hogy a felújítás során ezek új ajtókat és új ablaksorokat kaptak, ami azt jelenti, hogy itt a képen látható verzió ezekkel a nagy ablakos ajtóval és ezekkel a végigosztott ablakokkal, ez így nem teljesen állja meg a helyét, hiszen ezek a kocsik végig teli ablakosak is az újabb kis ablakos ajtóval vannak már forgalomban. Többi rész a kocsinak egyébként így helyes, tehát egy alapvetően Eurofima kocsi Fiat forgóvázzal. Hát ez a Rokó kocsi is számomra egy picit érdekes, itt már ez valószínűleg a Rokó hanyatlásának a folyamányaként lett olyan, amilyen. Futás technikailag, ami számomra meglepő volt, hogy annyira nem fut szépen, mint amennyire szépen fut mondjuk egy régebbi ÖBB-s ilyen kocsi, illetve valamiért, amikor fel akartam szerelni ide a forgóvázra a kis fék tuskó imitációkat, amit belülről kell fölpattintani, azok hát elég csúnyán hozzáértek itt a kerékhez, úgyhogy azokat én mellőztem fölrakni, valamint a kiegészítők és apró dolgok felszerelése közben is, hát voltak olyan problémák, hogy például itt ezt a tartásort is, amikor fölraktam, ez ilyen ferdelett, nehezen ment be ez az ide a helyére, úgyhogy hát vagy ennyire megkoptak a szerszámok, vagy ennyire leromlott a Rokónál már a minőség ellenőrzés. Sajnos ezt a kocsit is elérte már a nyomtatási hullám, itt ez az alsó fehér sáv, ez nyomtatott. Ebből a távolságból annyira nem látszik, de közelebbről azért látszik, hogy ez nem olyan, mintha eleve festve lenne. A feliratozása egyébként szerintem úgy nagyjából rendben van, amit én még azért hiányolok, hogy innen a zalvázról azért lespóroltak némi tamponozást a Rokóéknál. A szerelvény következő kocsia szintén egy másodosztályú Dunakeszis Intercity kocsi, szintén ugye az Acme-től, ugye az első osztálya volt egy szedben, szóval igazándiból ez a kocsi is gyakorlatilag Ctrl-C, Ctrl-V. Sajnos ugye ugyanúgy, hogy az első osztálynál itt is ugye a féktárcsa imitációk, illetve az áramszedő lemez az nem a legjobb megoldással van rögzítve, felszerelve, ez egy picit fékezi magát a kocsit. Ezt egyébként el fogom majd innen távolítani, és akkor normálisan lehet használni a járművet. Ami egyébként ennél a kocsinál is ugye egy picit furcsa, itt ez a irányjelző
kis táblának a tartója, ez gyakorlatilag egy ilyen rézmaratott valami, ami oda föl van ragasztva gyárilag, és hát sajnos ezt nem sikerült egyenesre gyártania például az Acme-nak. Ezen kívül ő is egy teljesen exakt, teljesen modellhű jármű. A szerelvény utolsó kocsia pedig a Tillig-nek a BEE típusú 2070-es középpályaszám csoportú kocsia. Őt már egyszer bemutattam egy részletesebb modell bemutató keretében, elmondtam, hogy mik nagyjából a hibái. Ugye főleg itt az ajtók azok, amik eléggé torzítva vannak, illetve hát ugye itt a pályaszám, illetve ugye a kocsi típusa se feltétlenül stimmel. Ugye egy jóval egyszerűbb járműről beszélünk, mint mondjuk az Acme kocsi, kevesebb részlet van itt kidolgozva. Az ajtó az főleg akkor látszik, amikor mondjuk az Acme kocsi mellé tesszük, ezeknek elvileg ugyanakkorának kéne lennie, illetve az is látszik, hogy a kocsinak valahogy az egész kasznia egy picit talán, mintha alacsonyabban lenne az Acme-hoz képest. Hát Tillig bácsi az ennyit tudott letenni az asztalra. Egyébként így terepasztalon vonatba sorozva annyira nem feltűnőek ezek a dolgok, tehát így szódával még elmegy, ahogy mondani szokták. Összességében azt kell mondanom, hogy nagyon jó visszaadja a terepasztalon a Metropolitan feelinget ez a szerelvény. Ugye annak ellenére, hogy például a Rokó kocsi, illetve a Tillig kocsi annyira nem pontos, annyira nem modellhű. Igazándiból ami még hiányzik belőle, az a több funkciós térrel rendelkező kerekesszékes és bicikliszállítós és gyerekszakasszal rendelkező jármű. Ilyet sajnos viszont még én nem láttam nagy szériás gyártótól, hogy kiadtak volna. Ami pedig láttam ilyen kis szériásat, az pedig eléggé horror árban van, és nem is olyan szép, úgyhogy ezt a kocsit én nem tettem bele. Így is 6 kocsis szerelvényről beszélünk. Ez így most bőven pont befér az én kis terepasztalomra, hogy egy picit megidézem itt piciben is azt, amit néha szoktam látni nagyban. Nem volt egyszerű összegyűjteni ezt a szerelvényt nekem, mert hogy a kocsik nagy része per pillanat a boltban nem kapható, ugye egyedül a mozdony volt olyan, amit így meg tudtam venni gyárilag a boltból. Az összes többi járművet használtként kellett összevadászni, és hát nagyon érdekes ez is szerintem, hogy kúrens, aktuális festési mintájú cseh kocsikat művészet gyakorlatilag beszerezni a használt piacon, ugye újként ki tudja, hogy mikor lesznek ismét kiadva. Sajnos eléggé rányomja ez a bélyegét az árakra is. Szerencsém volt több esetben is, a Rokó kocsikat is sikerült ilyen 20 000 forint környékén megszerezni, az Acme étkező kocsi is 26 000 forint környékére jött ki, úgyhogy mázlin volt, mondhatjuk úgy, de sajnos nagyon-nagyon kell figyelni, és nagyon sok idő, amíg az ember ezeket így össze tudja vadászgatni. Természetesen, hogyha bármit megadnánk ezekért a járművekért, akkor sok esetben meg lehet őket kapni, de én 35-45 ezer forintot nem vagyok hajlandó egy ilyen járműért kiadni, úgyhogy inkább várok vele, amíg lesz egy olyan alkalom, amikor emberi normális áron hozzá lehetett jutni ezekhez a kocsikhoz. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!